Nagy szeretettel és tiszteltel köszöntök mindenkit a mai előadásunkon. Bőn Balázs vagyok, a Kolasz Északű Műszaki Igazgatója, és a mai előadáson Dékán úr kérésének megfelelően egy rövid betekintést fogok nyújtani az építőipari nyersanyagok bányászatának világába. Tekintettel arra, hogy egy kőbányászati cégnél dolgozom, elsősorban a kőbányászat szemüvegén át Szeretném ezt a kitekintést megtenni. A mai napi előadásomnak alapvetően nem az az elsődleges célja, hogy részletekben menőkig mindenről tájékoztassam önöket, ami ezen az iparágban vagy ebben az iparágban fontos. Az lenne a célja, hogy kapjanak egy általános áttekintést erről az iparágról, illetve hogy kapjanak egy általános áttekintést azokról a, a mérnöki feladatokról, és mérnöki tevékenységekről, amit mi ebzen iparákban végzünk, annak érdekében, hogy később esetleg Önök is kedvet kaphassanak a külfejtéses építőipari adalékanyag bányászatban történő munkához. Említettem, hogy a Kolasz Északű műszaki igazgatója vagyok. Gyakorlatilag 1997-ben végeztem először a Miskolc életem, akkor még bányamérnöki karán okleves környezetmérnökként. Ezt követően visszatértem az Alma Materbe, és ismét tanultam, és külfejtéses bányos geotechnikai mérnökként végeztem. És érdekességképpen most is a kar hallgatója vagyok, ugyanis éppen most végzem a munkavédelmi szakmérnöki képzést a Miskolci Egyetem műszaki földtudományi karán. A 97 óta, tehát amióta végeztem először a Miskolci Egyetemen, gyakorlatilag folyamatosan a kő- és kavicsbányászatban dolgozom, tehát több mint 20 év tapasztalatom van ezen a területen. Különböző cégeknél, különböző beosztásokban dolgoztam, vezettem kavicsbányát, vezettem kőbányaüzemeket, elég sok mindennel volt szerencsém foglalkozni. A jelenlegi munkahelyemen, a Kolasz Északkőnél gyakorlatilag számtalan nagyobb és közepes méretű kőbányát üzemeltetünk. Összességében egy nyolc darab bánya az, amit jelenleg most aktívan üzemeltetünk. Ezek közé tartozik az ország egyik legnagyobb andezit bányája a tájai bányaüzem. Természetesen minden egyes bányaüzemben mérnök kollégákkal dolgozunk együtt, akik önállóan bányászati vezetőként, illetve felős műszaki vezetőként vezetik ezeket az üzemeket. Amikor a bányászatra gondolunk és az építőiparra gondolunk, nagyon sokszor nem érzékeljük az arányokat. Nagyon sokszor nem érzékeljük azt, hogy a mindennapi modern életünkhöz milyen mértékben szükségesek ezek az építőipari adalékanyagok, amiket mi termelünk. Csak érdekességképpen egy ilyen egyszerűbb kvízt állítottam össze egy német szakmai képviseletnek, vagy szakmai szervezetnek az anyagából. Ugye mi, mi ezer, mihez kell 1300 tonna ásványi nyersanyag, méghozzá építőipari adalékanyag, mondjuk egy szélkeréknek a beton alapzatához. 35 ezer tonnányi építőipari adalékanyag kell, egy kilométernyi vasút megépítéséhez, és 216 ezer tonna adalékanyag kell, építőipari adalékanyag, egy kilométernyi autópálya megépítéséhez. Ebből látszik, hogy azért itt borzasztóan nagy számokról beszélünk. Ez egy nagyon komoly és nagyon komolyan működő iparág jelenleg Magyarországon, és egyébként egész Európában. Ez ma a fejlett világunk egyik alapja, a fejlett világunkhoz hozzátartozik az építés, és hozzátartoznak a folyamatos építőipari fejlesztések. Ha egy kicsit kitekintek az európai bányászatra, akkor alapvetően csak azért, hogy el tudjuk helyezni az építőipari adalékanyag bányászatot európai szintéren, ha megnézzük, hogy a bányászati szektor, ban mondjuk hány vállalkozás működik, akkor több mint 17 ezer vállalkozás működött Európa szerte, és több mint 400 ezer főt foglalkoztatott ez a 17 ezer vállalkozás. Ha most azt nézem meg, hogy az egyes bányászati szektoroknak mi a, a részesedése a hozzáadott értékben, illetve a foglalkoztatásban, akkor az látszik, hogy az olaj- és gáztermelés hozzáadott értékben alapvetően a legnagyobb bányászati ág, viszont az egyéb bányászat és kőbányászat foglalkoztatás tekintetében megelőzi mind a három csoportot gyakorlatilag. Ha most azt szeretném megnézni, hogy, és ez egy érdekes különbség, hogy milyen méretű cégek foglalkoztatnak az adott szektorban, akkor az a teljesen világos különbség látszik, hogy amíg a szén- és lignitbányászatban és a kőolaj- és földgázbányászatban jellemzően a foglalkoztatottak nagyobb része nagyvállalatoknál dolgozik, addig az egyéb bányászatban, ahová a kőbányászat is tartozik, jellemzően kis, közép és kis, mikro és közepes vállalatok azok, akik a munkavállalók nagyobb részét foglalkoztatják. Ennek egyébként több egyéb hatása is van, amire majd azért később rátérnék. Ha most eltávolodunk a bányászati ágazatoktól, és csak és kizárólag az építőipari adalékanyagok termelésére fókuszálunk, akkor, hogyha megnézzük az Európai Adalékanyag Szövetségnek az adatait, akkor az látható, hogy európai szinten évente egy 2,6 és 3,6 milliárd tonna építőipari adalékanyag kerül termelésre, és ha ennek megnézzük az egyfőre eső termelését, mégpedig ugye évente tonna per főben, mondjuk a 2018 évi adatokban, akkor azt látjuk, hogy ez egy 5,9 tonna per fő per éves termelési érték, ami azért, hogyha belegondolunk, ez egyáltalán nem egy kis szám. Természetesen az egyes országok gazdasági fejlettsége és a kitermelt építőipari adalékanyagok volumenek között van bizonyos típusú összefüggés, nem feltétlenül egyenes arány, de az kétségtelenül igaz, hogy a gazdagabb országok azok általában többet építkeznek, de ez azért alapvetően több mindenem múlik. Ha Magyarország helyzetét nézem meg, Magyarországon 2018-ban egy 6 tonna per fő per éves átlagérték fölött voltunk, tehát egyébként az európai átlagérték fölött voltunk ebben a tekintetben. Ez természetesen valójában tényleg mindig függ attól, hogy milyen a gazdasági környezet. Az építőipari megrendelések egy elég jelentős részét alapvetően a az állami szektor generálja. Ha most megnézem azt, hogy az így előállított építőipari adalékanyagokból milyen köztes építőanyagok lesznek, akkor azt találom, hogy körülbelül 10%-ából aszfalt, körülbelül egy 40%-ából valamilyen típusú betontermék, és körülbelül másik 40%-ából ilyen alépítményekhez beépített anyagok, és ha megnézem, hogy végtermék tekintetében, tehát az építőipari végtermék tekintetében mi lesz ezekből az anyagokból, körülbelül 20%-ban lesznek bőle utak, vasutak, körülbelül 20%-ban szociális épületek, tehát például kórházak, körülbelül 25%-ban magánlakások és, és apartmanok, és körülbelül másik 20%-ban pedig, Ilyen ipari ingatlanok, irodák, és a maradék 15% mondjuk az egyéb létesítmények, például hidak, kikötők. Ha azt is megnézem, hogy az így előállított építőipari adalékanyagoknak hány százalék a milyen forrásból származik, ezzel kapcsolatban nem volt túlságosan könnyű bármilyen adatot beszerezni de végül is a, a, Szalma projektnek egy kézikönyvében sikerült ezzel kapcsolatban adatokat találni, akkor azt látjuk, hogy az agregátumok termelésének eloszlásában kb. 41%-ban részesedik a homok és kavicsbányák, kb. 49%-ban kőbányászati forrásból származnak, és hát még megemlíteném, hogy körülbelül 6%-ban a 6%-ban másodlagos nyersanyagok felhasználása, szándékosan nem szívesen használom az építési hulladékok szót, ezek másodlagos nyersanyagok, másodnyersanyagok gyakorlatilag ezeket újra feldolgozva ismét építőipari termékeket tudunk előállítani. De alapvetően építési hulladékoknak nevezi őket a köznyelv. Ha most még közelebb lépünk, és megnézzük a magyarországi helyzetet, akkor azt tapasztaljuk, hogy évente Magyarországon egy olyan 45 és 90 millió tonna közötti termelés van az építőipar a nyersanyagok szektorában. Ha ezen belül is megnézzük az alábontott adatokat, akkor látható az, hogy ebből a homok és a kavics, az ugye természetesen Magyarország föltani adottságaiból adódóan is Alapvetően messze a legnagyobb érték. Az összesen vonal az egy nagyon érdekes dologra is rávilágít, ami ennek az iparágnak egy, egy, egy sajátossága, mégpedig az, hogy meglehetősen nagy az ingadozás az éves termelési számokban. Tehát, ha azt nézem, hogy az, ebben az időszakban leggyengébb évnek számító, 2012-ben 18, köbméter, 18 millió köbmétert bocsánat, termeltek ki, és mondjuk ezzel szemben 2019-ben 39 millió köbmétert termeltek ki. Hát ez ugye testvérek között is majdnem a duplája. Tehát azért mondjuk ennek az iparágnak az mindig egy nagy kihívása, hogy az ilyen típusú ingadozások miatt nagyon nehéz a, a hosszú távú tervezés mind akár a humán erőforrás, mind akár a, a technikai oldalon. A Magyar Bányászati és Föltani Szolgálat adatai szerint Magyarországon 2019-ben 830 vállalkozás szerepelt a nyilvántartásukban, mint bányajáradék fizető, bánya fizető vállalkozás, és a nyilvántartott vállalkozások közül a szilárd ásványbányászat területén 813 darab kitermel, kitermelő helyen rendelkeztek, ami szintén azért nem kevés. Most egy kicsit szeretnék átérni a építő vagy a kőbányászatnak a technikai oldalára. Első körben a külfejtéseknek egy ilyen általános folyamatábrája látszik, kimondottan ugye a, a kőbányászatra ö, kihegyezve. Tehát körülbelül ezek azok a lépések, amiket mi a külfejtéses kőbányászatban mint egy folyamatot praktikusan végrehajtunk. Minden egyes külfejtéses bányászatnál az első lépcső az, az ásvány fedők kőzetének, illetve a talajnak az eltávolítása. Ezt követően történik egy valamilyen típusú jövesztés. Ez mondjuk a mi esetünkben, a kőbányák esetében jellemzően egy robbantásos jövesztés, de ha példának okáért egy kavicsbányáról beszélnék, akkor mondjuk egy úszókotróval történő víznivóról kitermelés vagy egy parti kitermelés, tehát valamilyen módon az ásványi anyagnak a kitermelése. Ezt követi egy belső szállítás, ami a mi esetünkben jellemzően a kőbányák esetében dömperekkel, teherautókkal történik a felrakás pedig alapvetően mi kotrókkal, és ezt követi ennek a robbantott ásványi anyagnak a feldolgozása az eljárás technikai rendszereinken, a törőosztályzó technológiáinkon. Ugye ezek is attól függően, hogy milyen ásványi dolgozok fel, milyen körülmények között attól függően változhatnak, hogy milyen elemekből állnak. A késztermékeket ezt követően felrakjuk, és természetesen minden egyes bányászati tevékenységnek kötelező része a területeknek, a felhagyott területeknek a tájrendezése, valamilyen ütemezett tervezett szervezett formában. Ezeket a folyamatokat itt, mint egymást követő folyamatokat ábrázoltam. Ugyanakkor a valóságban természetesen ezek párhuzamosan zajlanak ezek a folyamatok. Egy ilyen dián próbáltam összefoglalni, ugye látszik, hogy a terület előkészítés a felső szinteken megtört, vagy történik, közben több helyen megtörtént a jövesztés, ugye lerobbantott készletek vannak, a Hármas számmal jelölt ponton ugye már éppen megtörténik a lejövesztett készleteknek a felrakása, közben természetes módon történik a vevő kiszolgálása, és a, a, a törőosztályzó rendszer is üzemel, és láthatunk a képen szintén egy már egyébként tájrendezett területet, a, tehát ezek a tevékenységek egymással időben párhuzamosan is. Folynak, illetve természetes módon folytathatók. Nagyon szeretnék egy pár szót beszélni arról, hogy egyáltalán hogyan hozunk létre egy bányát. És itt most nem elsősorban arra gondoltam, hogy milyen jogi procedúra eredményeképpen jutunk el oda, hogy egy bányászati jog birtokában, egy bányaterek birtokában megkezdhetjük a kitermelést, hanem mik azok az előzetes folyamatok, mik azok a megfontolások, amik mentén mi egyáltalán egy bányát, illetve egy hozzátartozó technológiát megvalósítunk. Ö, ugye a bányászat esetén az egyik legfontosabb alapkérdés az az ásványvagyon, illetve az ásványvagyonnak a tulajdonságai. Ezért megkerülhetetlen a megfelelő alaposságú föltani kutatás. Ugye a föltani kutatásoknál jellemzően Kétféle föltani kutatás az, amit, amit mi alkalmazni szoktunk. Az egyik ugye a fúrás, kőbányászat esetében ez ugye a magfúrás jelenti, kavics esetében nagyon sokszor a, a spirálfúrásos megoldást, és egyébként szintén egy bevett kutatási módszer, a geofizikai módszerek, ezen belül is a geoelektromos és szeizmikus módszereknek az alkalmazása. Ugye látnunk kell, hogy a fúrásos kutatás, pontszerű eredményt ad, ugyanakkor, mint ahogy a képen is látszik, magminták kerülnek a fúrás eredményeként kihozatalra, amelyeket utána tovább tudunk elemezni. Tehát abból az adott fúró pontból egy viszonylag pontos képünk lesz az ásványi nyersanyagról, viszont azt tudni kell, hogy a fúrás cserében egy meglehetősen drága tevékenység, tehát egy olyan 40 ezer forint per méteres költsége van mondjuk egy, egy, egy kutatófúrásnak, egy magfúrásnak. Ezzel szemben a geofizika ugye nem jár a, földfelszín megbontásával. Egy gyakorlatilag árában kedvező báru kutatási megoldás, ugyanakkor nem származik belőle semmiféle fajta kézzelfogható minta. Tehát igazából a geofizikai kutatás az egy nagyon jó kutatás, arra, hogy kiegészítse a fúrásos kutatások eredményeit, és ezáltal egy pontosabb képet kaphassunk az ásványi anyagról. Lehet úgy dönteni, hogy valaki a kutatási költségeken spórolni szeretne. Aki a kutatási költségeken spórolni szeretne, nyilván van ennek egy optimuma, de aki túlzottan spórolni szeretne, az a végén könnyen azzal szembesülhet, hogy minden befektetett pénzét, gyakorlatilag elégette. Ugyanis minden egyes bányászati befektetés, tehát minden befektetés, amit a törőosztályzókba, a mobilgépekbe, az infrastruktúrába teszünk, az csak úgy értelmezhető, hogy e mögött nekem van egy megkutatott, hozzáférhető ásványvagyonom, aminek ismerem a tulajdonságait, ismerem azt, hogy körülbelül milyen piaci körülmények között milyen vevő igényeknek megfő termékeket szeretnék vele gyártani, hiszen végül is, végső soron ez végül egy gazdasági tevékenység, a kitermelt ásványi nyersanyagot nekem valamilyen módon fel kell dolgoznom, és piacon értékesítenem kell. A beruházásaink alapfeltétele, hogy legyen egy megkutatott, hozzáférhető, ismert ásványvagyonunk, egy piaci vevői igényeknek valamilyen szintű, legalább középtávú ismerete, ez mindig egy kihívás, mert jellemzően azért a piaci igényeket nagyon nehéz hosszabb távra kiszámítani. Tehát azok az iparágak, amelyek a mi anyagainkat és termékeinket felhasználják, azon iparágak is változnak, azon iparágak is fejlesztenek. Ebből adódóan a mi termékeinkkel szembeni követelmények is alkalomszerűen változnak és változhatnak. És természetesen az engedélyek, ami ugye nem is lehet kérdés, hogy érvényes engedélyek birtokában lehet a bányászatban praktikusan bármit csinálni. Még egy nagyon fontos megfontolás a kutatásokkal kapcsolatban, tudomásul kell venni, hogy vannak olyan minőségi paraméterek, amelyeket eljárástechnikai megoldásokkal tudok változtatni, és vannak olyan paraméterek, amelyeket nem tudok változtatni. Tehát hiába szeretném én mondjuk egy kőzetnek a Los Angeles sziládságát megváltoztatni, ami praktikusan az ásványi elsőanyagnak a tulajdonsága, azt nem fogom tudni. Tehát a sziládságtány tulajdonságait nem fogom tudni. Nem fogom tudni megváltoztatni az ásványos összetételét. Viszont például meg tudom változtatni a szemcseméret összetételét bizonyos határok között, ugye töréssel, osztályozással, különböző frakciókat tudunk előállítani. A másik két példa a szervezszennyezettség és az agyag tartalom, ez kimondottan egyébként a kavicsbányászatban jelentkező probléma. Ezek eljárás technikai módszerekkel szintén jól kezelhetők. Amikor, amikor beruházást indítunk, akkor, és már mondjuk egy, egy meglévő működő bányaüzemben, egy, egy korszerűsítés miatt mondjuk egy új beruházást indítunk, akkor jellemzően Emögött vannak hatékonysági megfontolások, vannak termékminőséget érintő megfontolások, és vannak természetesen minden esetben környezetvédelmi és munkavédelmi megfontolások. Én azt gondolom, hogy ez tényleg egy nagyon fontos része egyébként a, a, a bányászatnak, és ezt mindenkinek, aki, aki bányát kíván indítani, nagyon komolyan át kell gondolni már az elején. A bányászat, egy tőkeigényes tevékenység. A kutatás egy tőkeigényes tevékenység. A kutatás, mint tevékenység, ráadásul a bányavállalkozó kockázata. Ha én megkutattam egy területet, és nem találtam azt a hasznosítható ásványi anyagot amire én számoltam, olyan mennyiségben, olyan minőségben, ahogy szerettem volna, akkor volt egy kutatási költségem, és, és gyakorlatilag nem jön bőle vissza semmi, a másik oldalon viszont tényleg, ha ezeket nem csináljuk meg megfelelő alapossággal, akkor könnyen a későbbi befektetéseink megtérülését kockáztatjuk. Az előbb említettem ugye, hogy különböző technológiákat használunk. Igen. Tehát azt követően, hogy rendelkezésünk rá az az ismeret, hogy mondjuk milyen ásvány nyersanyaggal számolhatunk bizonyos biztons, tehát bizonyos bizonyossági határok mentén az adott területen azt követően valamilyen technológiát kell arra kidolgoznom, hogy az ásványi nyersanyagból a tervezett frakciók, a tervezett minőségű anyagokat képes legyek előállítani. Ezért jellemzően például a kőbányászatban is egy több típusú törőosztályzó berendezés kombinációjából állnak a technológiák, a feldolgozó technológiák, amit meg kell érteni az az, hogy jellemzően különböző lehetőségeink vannak a, a kőbányászat és a kavicsbányászat, a hozzátartozó technológiák, nem, ö, nem science fiction, nem jövőkutatás. Jellemzően hasonló típusú törőkkel, osztályzókkal dolgozunk, gyakorlatilag a kőbányákban, a kavicsbányákban. Viszont minden egyes esetben az adott ásványásanyaghoz és az adott piaci igényhez kell azt, optimalizálnom, hogy én milyen berendezéseket választok. Minden egyes berendezésnek, például a tűnek vagy röpítőtörőnek, megvan az előnye és megvan a hátránya. Nem tudom azt mondani, hogy az egyik jobb, mint a másik. Mit attól függ? Attól függ, milyen feladatra szeretném én azt a törőt alapvetően felhasználni. Mi lenne a végtermék, amit én a végén szeretnék utána ebből, ebből kapni? A pofás törő az jellemzően nem kérdés, mert jellemzően ugye az a primer fokozatú törő, tehát az az első fokozatú törő a kőbányákban. Ö, ott olyan különösebb kérdés nincs. Viszont például egy kúpos és egy röpítő törő már mondjuk úgymond versenyeznek, hogy melyiket építsen be. Mondjuk például, ha röpítő törőt építek be, akkor nem nagyon lesz problémám a szemalakkal, Viszont vélhetően nagyobb kopási költségem lesznek, és több finom szemtartalmat fogok produkálni. Ha mondjuk kúpostörőt választok, akkor lehet, hogy alacsonyabbak a kopási költségeim, alapvetően egy számomra kedvezőbb szemoloszlást érek el, viszont mondjuk problémám lehet a szemalakkal. Mindegyik törőnek más az érzékenysége, mondjuk a szennyező anyagokra való érzékenysége is szintén. Amit még nagyon fontosnak tartok hangsúlyozni, és azért mutatom be itt ezt a pár mobileszközt. A a bányában a teljes technológiai rendszernek, ideértve a robbantott terméknek, a, a közetnek a felrakását, a belső szállítását, a telepített technológiáknak a teljesítményeit, teljesen természetes módon illeszkedniük kell egymáshoz. Tehát amikor egy ilyet tervezek, akkor ezt egyben lehet tervezni. Például a kokáért mondjuk azt, hogy hány szállító jármű kell, nem csak azt határozza meg, hogy mondjuk mekkora szállítójárművet tudok egyáltalán beszerezni, hanem nyilván szerepet játszik benne az, hogy milyen a bányán belül átlagos szállítási távolság, mik ezen belül a minimumok, maximumok, adott esetben előfordulhat-e olyan, hogy egy bányának több pontjáról kell egyszerre termelni, hogy mondjuk a minőséget képes legyek valamilyen módon és mértékben kiegyenlíteni, és egy folyamatos, egyenletes minőséget adni. Tehát nagyon sok mindentől függ, hogy milyen gépeket választunk, mind a fixen telepített technológiák, mind a mobil technológiák területén, és milyen méretű eszközöket választunk. Már csak azért is, mert ugye ezek hosszú távú döntések. Tehát mondjuk egy, egy, egy pofástörőnek az élettartama, az több tíz év, 30-40 éves pofástörők minden további nélkül üzemelnek. Egy törő, röptörő 20-30 évig minden további nélkül üzemel. A mobilgépek közül a mobilgépek nagyobb része 15 és 30 ezer üzemóra között képes gyakorlatilag működni, különösebb extra meghibásodás nélkül. Mondjuk a dömpereknél egy 25-30 ezer üzemóra is kihozható egy dömperből. Jellemzően azért a homlokrakodókat és a, és a kotrókat azért olyan 20 ezer üzemóra környékén már cserélni szoktuk. Tehát amikor hozok egy döntést, akkor azt egy vagy több évtizedre hoztam meg. Ugye itt néhány szempontot még felsoroltam, hogy természetesen viszonylag rugalmas üzemeket szeretnénk megvalósítani, hiszen a vevőigényekhez rugalmasan szeretnénk illeszkedni. Köztes lehetőségek vannak, ugye a kőbányászatban jellemzően több törési fokozat van egymást követően, és ezeket köztes depóniákkal választom el, pont azért, hogy képes legyek ezen technológiák önálló üzemeltetésére is, és ne csak egyszerre az egész legyen képes ugye üzemelni és ugye a mai világunkban már ter teljesen természetes módon ezek a technológiák abszolút mértékben automatizálta, Amik, amiknek óriási előnyeik vannak. Például a kokáért az, hogy az automatizált technológiáknál először mondjuk a munkavédelmi részét nézve ennek a, a kérdésnek, az automatizált technológiák esetén nekem a munkatársakat, a kollégákat, nem kell beküldenem jellemzően a veszélyes térbe ellenőrizni. Nem kell oda küldeni a hangos, poros technológiai elemek mellé őket, hogy ellenőrizzék a folyamatokat, hanem ezen automatizált technológiák, forgásérzékelők, mozgásérzékelők, szintérzékelők kombinációjával képesek egy folyamatos üzemet megvalósítani és amennyiben ezek még ki vannak egészítve a kritikus pontokon megfül kamerarendszerekkel, akkor gyakorlatilag a kollégáink egy számítógép képernyője elől is képesek hatékonyan üzemeltetni a rendszert. Ez a munkavédelmi megfontolása mondjuk az automatizálásnak. Ezzel kapcsolatban majd még lesznek megjegyzéseim, de azt majd még a későbbiekben elmondanám. Ha most a hatékonysági oldalát nézem az automatizálásnak, ugye egy óriási előnye az, hogy egy folyamatosan állandó, működést garantál. Ugye az automatizálásnál az egyik legfontosabb szempont, hogy lehetőség szerint az anyagáramokat képes legyek valamilyen módon egységesíteni, lehetőség szerint ne nagyon legyenek benne nagy változások, és megpróbálom a technológián belüli anyagáramoknak a különböző tulajdonságait szintén egységesíteni, vagy szintén körülbelül ugyanazon a szinten tartani. Tehát példának okáért Számomra az a legkedvezőbb termelés tekintetében, ha egy, egy jól kihasznált technológiai rendszeren van, tehát mondjuk a beépített kapacitások 90%-ával üzemel, ugyanakkor jellemzően például minden egyes törő berendezésre körülbelül ugyanaz az összetételű anyag kerül föl, mert akkor nem fogom túltelíteni mondjuk az osztályzóberendezések bizonyos síkjait, nem fogok a törőnél egy változatos töredgörbét elérni azzal, hogy mondjuk a feladásában meglehetősen nagy változások vannak. Tehát ezekben az irányokban próbálkozunk, és ugye most például az az irány, hogy amiket 15 évvel ezelőtt automatizáltunk technológiákat, vagy 10 évvel ezelőtt, azoknak a technológiáknak mozzalik egyébként a felülvizsgálata, mert már vannak precízebb, vannak finomabb szabályozásai a technológiai rendszereknek, amivel jobb eredményt tudunk elérni. Ugyanis a vevők, a mi számunkra borzasztóan fontos, hogy kihasznál technológiákat üzemeltessünk. A vevőink számára még nagyon fontos, hogy lehetőség szerint folyamatosan ugyanazt a minőséget tudjuk számukra biztosítani. Ez a kettő úgy érhető el, hogyha megfelelően van beállítva egy ilyen technológia. É, ezt érdekességképpen raktam föl ezt a diát. Ugye annak idején, amikor én még ezzel a kavisbányászattal elkezdtem foglalkozni, elég sok mindent kézzel próbáltunk kiszámolni, amely mai, mai rendszerekben már gyakorlatilag automatizál, vagy tehát tervező rendszerek, tervező programok vannak. Az első, az láthatóan a Metzónak, az egyik nagyjátónak a tervező programja, a másik a, a, a plan designer, az pedig a Sandviknek a tervező programja, a másik nagyjátónak. Ugye ezeknek a tervező programoknak óriási előnye, hogy rendkívül sok mindent lehet bennük variálni és kipróbálni. Vannak olyan paraméterek, amikben kimondottan jól és hatásosan használható, és vannak olyan paraméterek, amiket kevésbé képesek modellezni. Például a kokáját a szemalak tekintetében, mondjuk egy kúpostörő esetén nem képesek modellezni, hogy mondjuk az egyes termékek esetében milyen szemalakot fogok kapni, de mondjuk a kihozatalokat, a szitának a terhelését, az elválasztását, ezeket nagy pontossággal képesek modellezni. És viszonylag könnyű ezekkel a tervező programokkal ma már egy rendszer optimalizálását végrehajtani. Egy hátrányuk van a gyári rendszereknek természetes módon, mégpedig az, hogy a Metszó programjába csak a Metszó berendezéseit tudom berakni, a Szentvik programjába csak a szendvik berendezéseit tudom berakni, és Ebből adódóan azért vannak olyan márkafüggetlen rendszerek is, amik nem kevés licenzdéj ellenében, de gyakorlatilag az összes nagygyártónak a, a berendezését tartalmazzák, és az ember képes egy kombinált rendszert is létrehozni, hiszen az esetek legtöbb, vagy legtöbb esetben nem egy típusú gyártótól vannak beépítve a technológiánkba berendezések, hanem több típusú gyártónak egy egy több berendezésből álló rendszerét üzemeltetjük. Miután Dékán úr kimondottan kérte, hogy ha tudok mondani, akkor mondjak gyakorlati példákat is, így gondoltam, hogy mutatnék egy gyakorlati példát, ez a Recski Andezit bányánknak a technológiai modernizálása, ezt körülbelül 2016-17 környékén csináltuk, és ennek a műszaki tartalma az volt, hogy a bányaüzemnek az előtörését modernizáltuk, a másod-harmad törését pedig gyakorlatilag újraépítettük. Ami itt látszik az első képen, az az eredeti, a régi technológia, a modernizáció előtti technológia, egy meglehetősen kusza rendszer, rendkívül sok bonyolult és felesleges anyagárammal, részben előregedett berendezésekkel, és gyakori meghibásodásokkal, ugye ez volt az egyik motivációja pont ennek a beruházásnak. Fel is tüntettem érdekességképpen ezeknek a berendezéseknek a korát, tehát itt azért voltak olyan berendezések, amik gyakorlatilag velem egyidősek voltak, például a Bindersziták, tehát a magában a rendszerben egyébként a másod-harmad törésben volt négy darab szita és három darab kúpos törő, és ezt szerettük volna egyébként, ezt a rendszert modernizálni. Ugye a célok, amit az előbb is említettem, hogy a termelésünket a piaci igényekhez állítsuk, hogy a technológiát műszakilag megújítsuk, hogy lényegesen egyszerűsítsük amennyire lehet ezt a technológiát, és lehetőség szerint növeljük a hatékonyságot és a munkabiztonság szintjét, valamint a szolgáltatás, kiszolgálás minőségének színvonalát. Itt van végül a megvalósított rendszernek a folyamat amint ezen már látható, ezen is látható, itt a másod harmad törésben már csak két kúpos törő maradt a háromból, és az eredetileg négy szitából is gyakorlatilag három lett, tehát összességében csökkentettük a berendezések számát. Alapvetően magát az egész rendszert arra terveztük, hogy képes legyen vasúti követ és aszfaltadalékanyagot gyártani, vagy ha vasúti küre nincs igény, akkor képes legyen csak aszfaltadalékanyagot gyártani is. Amikor mi egy ilyen rendszert megpályáztatunk, akkor természetes módon megadjuk azokat a mennyiségi elvárásainkat, amit, amit elvárunk a rendszertől. A másik oldalról természetesen megadjuk azokat a minőségi elvárásokat, amit szintén elvárunk a rendszertől, és erre adnak egyébként a pályázók jellemzően. Árajánlatot. Hát itt vannak a termelési értékek, tehát hogy, hogy milyen kapacitásokkal képes működni. Alapvetően a megvalósított rendszer az általunk tett elvárásoknak teljes mértékben megfelelt, és egy teljesen automatizált rendszer jött létre. Ugye nagy kérdés az, hogy amikor én megpróbálom mondjuk a berendezések számát csökkenteni, akkor az a végén nem jelenti el a minőségnek mondjuk a valamilyen szintű romlását. A kúpos törők esetében elsősorban a szemalakra szoktunk fókuszálni. Ott a berendezések számának csökkentésével könnyedén előfordulhat, hogy mondjuk a szemalak határokból kicsúszunk. Itt van a kéztermékeknek a minősítése, ezek gyakorlatilag tökéletes minőségű termékek lettek a modernizációt követően. Néhány kép arról, hogy hogy sikerült ezt az egészet kivitelezni, Ugye az első képen az első technológia, vagy régi technológiának a maradványa, a december hónapban gyakorlatilag szétbontottuk a teljes másod-harmad törés osztályozást, és ahogy lenni szokott, Murphy törvényei szerint januárban leesett a hó, úgyhogy egy komplet hónapot veszítettünk is a beruházásból, és februárban indulhattak meg utána a földmunkák és az építési munkák. Összességében itt láthatók nagyjából az építés képei, az alapozások, a technológiai elmek beemelése, és itt már a kész technológia. Ha össze akarom hasonlítani az ilyen volt, ilyen lett című felvételen, akkor látható, hogy 2012-ben volt ugye ez a viszonylag bonyolult keszekusza rendszerünk, és 2017-re alakítottuk ki, ugye a beruházást követően ez a 2017-es légifelvétel, a, praktikusan ezt, a, ezt az új technológiát, a már egy lényegesen letisztultabb rendszer. Ugye a kivitelezés teljes időtartama az gyakorlatilag három hónap volt. Magyar alvállalkozókat és hazai tervezőket vontunk be ebbe az egész projektbe, tehát a fővállalkozója ennek a projektnek egyébként a gépszisztem volt, aki a, a Sandviknek ugye a hazai partnere, a magyarországi partnere. Emellett ugye a modernizálás legfontosabb előnyei, amint az előbb is említettem, a három törőből a végén két kúpos törő maradt, a négy osztályzó berendezésből a végén három nagyméretű osztályzó maradt, és a szállítószalagok teljes hosszát a végén 30%-ot meghaladó mértékben tudtuk csökkenteni, ami szintén nem egy elhanyagolható szempont, mint ahogy a biztonságos és teljesen automatizált rendszer sem az. Amennyiben már van egy kész technológiánk, és működtetünk egy rendszert, akkor szintén nagyon fontos az, hogy a működés alatt is optimalizáljuk a termelésünket, és folyamatosan egy, egy tervezett társadalmi vagyon gazdálkodást folytassunk a rendelkezésünkre álló készletekkel. Ennek alapvető feltétele az, hogy időszakosan felülvizsgáljuk a készleteinket, illetve az, hogy folyamatosan ellenőrizzük a bányában az egyes termelési szintek és termelési helyeknek a minőségét, hogy ebből a következően legyenek olyan információink, amit a piaci információkkal kombinálva egy hatékony ásvány vagyunk gazdálkodást tudunk folytatni. Hogy ezt például egész egyszerűen mondjam, például a ne használjuk el a legjobb minőségű ásványi nyersanyagunkat, mondjuk, amit a sűjesztőben termelünk, mondjuk a legegyszerűbb 063-as, 090-es terméknek a gyártására, hanem lehetőség szerint mondjuk azt a bányának a felső szeletéből állítsuk elő, mint ahogy egyébként jellemzően ezt is tesszük, hiszen ez egy alacsonyabb műszaki igényű termék, és bőven megfő rá az az ásványi nyersanyag is, illetve azok a minőségi paraméterek, ami a bánya azon pontján jellemző. Nagyon fontos az, hogy a piaci igényeket folyamatosan monitorozzuk, hiszen számunkra az a legkedvezőbb állapot, amikor képesek vagyunk a termelést és az értékesítést egyensúlyba hozni, mert ez az az, az állapot, amikor hát depózásokra például a kokáját nem költünk el nagyon komoly összegeket, tehát ez, ha úgy tetszik, a legalacsonyabb termelési költséget jelenti egy ilyen bánya életében. Nagyon fontos ugye a termékvizsgálatok tervezése és végrehajtása, ezek folyamatos szabványoknak megfelelő, előírásoknak megfelelő végrehajtása, hiszen ezen termékvizsgálatok, ezek, ha úgy tetszik, a mi kockázatunkat is csökkentik, de erről majd a következő dián pár Életve Illetve nagyon fontos ugye a folyamatos adatgyűjtés, elemzés, mind műszaki, mind minőségi területen, de amit szeretnék alapvetően kiemelni, hogy egy bányászati projekt az egy hosszú távú projekt. Jellemzően hosszú távokra tervezünk előre, és jellemzően hosszú távokban gondolkozunk, mind mondom a beruházás, mind a művelés tekintetében. Ha már a minőségről és a minőségbiztosításról volt szó, ugye rendkívül fontos a gyártott termékeknek a folyamatos minőség ellenőrzése. Egyik részről azért, mert ez egy jogszabályi kötelezettségünk, tehát ugye mi teljesítménynyilatkozatot adunk a vevőink részére, ez egy gyártó által kiállított olyan dokumentum, amely az építési termék teljesítményét a műszaki előírásoknak megfelelően hitelesen igazolja. Ugye Magyarországon jó pár honosított vagy harmonizált szabvány létezik, amelyek nálunk kvázi mint az alapszabványaink alkalmazásban vannak. Ugye az egyik, az első, a 13043-as az, az aszfaltkeverékekhez, a 12620-as a betonokhoz, a 13242-es a kötőanyag nélküli hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz tartozó harmonizált szabvány. Ezekben egész konkrétan le vannak írva azok a minősítési paraméterek és azok a vizsgálatok, amiket el kell végeznünk, és azok a követelmények is, hogy milyen gyakorisággal kell az egyes minősítő paramétereket számunkra ellenőrizni. Ugye a rendszer az körülbelül úgy néz ki, hogy a tervező azért felel, hogy jól határozza meg azt, hogy egy adott műszaki létesítménybe, építési, építészeti műszaki létesítménybe milyen termékeket, milyen alapvető jellemző, elvárt teljesítményű anyagokat lehet beépíteni. Mi pedig azért felelünk, mint gyártók, hogy, hogy folyamatosan megállapítsuk azt, hogy a mi termékünk az mit tud műszaki teljesítményvonalon, illetve ezt folyamatosan igazoljuk a, a vásárlók felé. Egyébként itt vannak azok a lényeges jellemzők, amelyeket vizsgálni szoktunk. Ezeknek egy része, mint látható, termékjellemző. Másik része, mint látható alapanyaghoz kötött jellemző, termék jellemző természetesen például a szemcseméreteloszlás, termék jellemző például a szemalak, termék jellemző mondjuk a finom szemtartalom, és mondjuk alapanyag jellemző az aprózódás jelenállás, alapanyag jellemző mondjuk a kőanyaghalmaznak a kopásállósága, vagy adott esetben a vízfelvétel, a fagyállóság, vagy a magnézium-szulfátos kristályosítás is. Tehát Ezeket mi folyamatosan vizsgáljuk, és utána a vizsgálatok alapján mi vállalunk bizonyos minőségi jellemzőket a termékeinkkel kapcsolatban, amelyek alapján utána a vásárlóink el tudják dönteni, hogy ezek a termékek számukra megfelelők-e. Még egy dolog. A vásárlóink egy része nem professzionális felhasználó. És ezért borzasztóan fontos az, hogy kommunikáljuk a vevők felé azt, hogy melyik terméktől körülbelül mire számíthatnak. Úgyhogy ebből adódóan a minőségbiztosítással és minőségirányítással foglalkozó kollégáim ki is dolgoztak olyan tájékoztatókat, amik egyébként a honlapunkról letölthetők, és ezekben a termékeknek egy részletesebb leírása van, leír, van meg, hiszen nagyon sokszor szembesültünk olyan típusú reklamációkkal, hogy valaki vesz valamilyen egyszerűbb terméket, és amikor kiérkezik hozzá a munkaterületre, akkor közli, hogy ő nem erre gondolt, de igazából ő azt kapta, tehát ő a jó terméket kapta, csak nem, a számára megfelelőt rendelte. Tehát így próbálunk ebben a tekintetben segíteni a vevőinken is. Ezek a teljesítmény nyilatkozottak teljesen logikus módon elérhetők a honlapunkon, teljesen nyilvánosak, hozzáférhetők. Ezt nekünk, a vevőink számára biztosítani kell. Ezen túlmenően, ugye ahogy az előzőkben is említettem, a laborvizsgálatoknak és a labornak és a minőségbiztosításnak nagyon komoly szerepe van a bányaművelési tervezésnél és a feldolgozó technológiai soroknak az optimalizálásánál is. Hiszen például rendszerkiméréseket is végzünk egyébként a, a, a laborban dolgozó kollégákkal együtt. Ha már optimalizásról beszélnénk, nem nagyon szeretnék belemenni például a robbantások részleteibe, de egy pár szót mondjuk a robbantásokról is szólnék, mert egy kőbányában azért ez egy nagyon fontos momentum. Gyakorlatilag a robbantás az számunkra az első aprítási fokozat, ha lehet így mondani, tehát ez önmagában ugye aprítja a kőzetet. Két véglet létezik, az egyik az, hogy túl aprítottam a kőzetet, a másik pedig az, hogy praktikusan kidöntöttem a falat, csak igazából egyik sem jó. Tehát ugye nekem a robbantott halmaznak a szemeloszlását, azt alapvetően megint csak a technológiai kell, eszközeimhez kell tudnom illeszteni, és ugye nem egyszerű dolog mondjuk egy fúrási hálónak, vagy robbantási hálónak a, a, a megalkotása, vagy a, a megtervezése, ezt Jellemzően a legjobban azok azon a szakemberek, azok szakemberek tudják megtenni, akik mondjuk felős műszaki vezetőként vagy üzemvezetőként az adott bányában dolgoznak, hiszen ők ismerik a bányán belül is azokat a minőségi különbségeket, ami alapján mondjuk ők például a kokáját egy fúrási hálón változtatnak. Ugye, ami számunkra valójában a legfontosabb lenne, hogy egy árérték arányban optimális eredményre jussunk. Például a kokáért nem jó, hogyha mondjuk a robbantást követően egy homlokrakodóval összemérhető méretű batárkövein keletkeznek, mert utólag ennek meglehetősen komoly költsége van, hogy ezeket utóapritás keretében még tovább aprítsuk, hogy egyáltalán el tudjuk őket juttatni a technológiai sorra. Természetesen a bányászati eszközöknek sem tesz túl jót, mondjuk egy túlságosan darabos robbantott készlet, mint ahogy például mondjuk a primer törőnél is olyan elakadásokat okozhat egy kedvezőtlen szemeloszlású robbantás, ami utána nekünk nagyon komoly kieséseket jelent. Tehát alapvetően arra szerettem volna itt is rámutatni, hogy, hogy a robbantás műszaki paramétereinek és a robbantás eredményének a műszaki paramétereinek Illeszkedni kell utána a teljes technológiánkhoz. Tehát ezt úgy kell megtervezni, hogy lehetőség szerint egy optimális költséget jelentsen, mert nagyon sokszor sokkal többe kerül, ha túl olcsó volt. És ugye természetesen ebben a szempontban is, vagy ebben az esetben is, a biztonság, illetve a környezeti hatások azok alapvetően fontosak. Ugye mi már a robbantásaink nagyobb részénél töltőkeverő autót használunk, igazából Viszonylag ritkán használunk, hogy az esetek kevesebb számában történyezett robbanóanyagokat, ez egy meglehetősen biztonságos és hatékony robbantási eljárás. Mi most jelenleg ezt, ezt, ezt alkalmazzuk. A technológiákról, meg azoknak a kihasználtságáról, a hatékonyságáról beszéltem már többször. Ugye ezt mi folyamatosan monitorozzuk. Tehát folyamatosan nézzük azt, hogy ezek a technológiák az elméleti teljesítményükhez képest hogyan hogyan teljesítenek. Ugye alapvetően három csoportot különböztetünk meg. Az első, amikor vannak terhelt idők, tehát amikor rendes, egy normálisabb terheléssel megy a rendszer. Vannak az üres termelési idők. Az üres termelési idő, azt értem, amikor egy bizonyos terhelés alatt működik a technológián. Tehát például ez tája esetén, ha jól emlékszem, 50 tonna per óra. Ha ez alatt mér a rendszer, akkor ezt üres termelési időnek veszi. És vannak természetesen az állásidők. Ez önmagában nem egy katasztrófa, mert ha ezek tervezett állások, akkor, akkor ezzel nincs semmi probléma. Amire fókuszálni szoktunk jellemzően azok a üres termelési idők, amikor egy kisebb vagy kimondottan kis kihasználtsággal működik a rendszer. Ugye azt azért tudni kell, hogy ilyen üres termelési idők mindig lesznek, hiszen egy technológiának van egy beindítási, még egy leállítási fázisa, ami, ami így is, úgyis üres termelés időként fog jelentkezni egy ilyen nyilvántartásban. De ha például most megnézem a tájai előtörésnek a, a számait, látható, hogy mondjuk az elméleti teljesítménye 750 tonna per óra, és ebben a, úgy látom, hogy nem, nem is tudom, tán ez egy hosszabb periódus volt, a terhel teljesítmény az majdnem 700 tonna per óra volt. Tehát ez az az átlagérték, amikor terhelt üzemben ment a, rendszer, annak az átlagértéke, és a teljes átlag teljesítmény, ideértve már az üres termelési időkre számított teljesítményt is, az ugye egy 610 tonna per óra környéke volt, és itt látható havi bontásban, ja igen, ez harmadik hótal, kilencedik hóig ment annak idején. És itt látható ugye az elméleti teljesítmény és a terhel teljesítmény aránya az egyes hónapokban. Tehát folyamatosan nyomon követjük ezeket a rendszereket, és ugye azt is nyomon követjük, hogyha valamelyik rendszerelemnek a meghibásodása vagy folyamatos kiesése csökkenti a technológia teljesítményét, mert ez egy jó bemeneti adata lehet egy későbbi beruházásnak. Ugye természetesen a villamos felhasználást, a villamos hatékonyságot is folyamatosan ellenőrizzük különös tekintettel arra, hogy ugye energiairányítási rendszert is fenntartunk a többi irányítási rendszer mellett. Ebből adódóan minden egyes hónapban, minden egyes bányánknak az energia hatékonyságát ellenőrizzük és nyomon követjük, illetve azt is természetesen, hogy mondjuk ez hogy változik évről évre adott esetben. Természetesen egy hónapnyi adatnak sok értelme nincs, tekintettel arra, hogy mondjuk a fajlagos energiafelhasználás egy ilyen technológiának nagy mértékben függ attól, hogy milyen termékeket gyártok. Ha most a mobil technológiákra, mobil gépekre megyek át, ugye a mobil gépeknél is alapvetően számtalan olyan adatgyűjtési rendszer van, ami segíti a mi munkánkat, és segíti azt a munkánkat, hogy minél optimálisabban legyünk képesek üzemeltetni ezeket az eszközöket. Ezek a legnagyobb gyártóknak a, a, a rendszerei, tehát a Comtrax, ugye a Komatsué, a VisionLink, ahogy én emlékszem, az a Caterpillaré, a Caltrack pedig a, a Ezek a gyári telemetria rendszerek, ezek millió egy adatot gyűjtenek a gépről, a fogyasztástól kezdve a, gé, a, a gép helyzetén át, az indítási, leállítási időkön keresztül, a diagnosztikai kódok, nagyon sok adatot gyűjtenek. És ezen adatok elemzéséből egyébként nagyon jól ö, ezemzés alapján végül is, és az erre hozott intézkedések alapján nagyon jól lehet később fejleszteni mondjuk a kihasználtságát ezeknek az eszközöknek. De majd mindjárt mutatok egy példát. Ez például a Volvo-nak a kertrek rendszere. Nem akarok belemenni tényleg részletekbe, csak nagy vonalakba, hogy lehessen látni, hogy körülbelül miről beszélek. Mutatja az összes gépet, mutatja az üzemanyagszinteket, mutatja azt, hogy mikor, melyik gépnek milyen volt az üzemanyagszintje, mikor történt be a tankolás, mikor volt benne fogyasztás. Van benne egy service management rész, egy működtetéssel kapcsolatos report rész. Példának okáért leszűrhető, hogy mikor történt egy berendezésnek az indítása, leállítása, mikor milyen üzemanyag szinten működött az adott gép, hogy változtak mondjuk az üzemanyag szintjei, mennyi volt a fogyasztás egyes napokon. Tehát egy meglehetősen tág információhalmaz biztosít számunkra egyébként ez a típusú telemetria rendszer. Ugye ezekkel a telemetria rendszerekkel, tehát ezekből a telemetria rendszerekből olyan riportok is elérhetők, jellemzően plusz Anyagi ráfordítást követően, hogy például képesek olyan riportokat adni a gépekről, amik összefoglalják mondjuk a fogyasztásukat, az energiahatékonyságukat, a kihasználtságukat a gépeknek, sőt képesek olyan riportokat is adni egyébként a gépekről, ahol mondjuk a kezelői hibákat emelik ki a riporton belül, és jelzik azt, hogy milyen típusú olyan hibák voltak, amely a gépnek az élettartamát, vagy a gépnek az optimális működését rontja, és mik azok a javasolt intézkedések, amivel ez megelőzhető vagy javítható. Tehát tipikus mondjuk a magas fordulatszámon történt gépleállítás. Tehát. Ugye, mint az előbb említettem, az előző rendszerek, ezek gyári rendszerek, ezeknek ugye az a, van számtalan előnyük, Ugyanakkor természetes módon ezek megint csak a saját gyártmányaikat képesek nyomon követni, és ugyanúgy, mint ahogy a fixen telepített tele technológiai eszközöknél, a mobil gépek esetén sem az van, hogy egy bányában jellemzően egy típusú, gép, egy típusú gyártótól származó gép üzemel, hanem, hanem több különböző gyártmányú gép, több különböző gyártmányú és korú gép üzemel együtt. Ugye erre valók ezok a telemetria rendszerek, amit például mondjuk mi a múltállammal, illetve a múlt szolgáltatunk ebben a, ebben a telemetria rendszerben. Tehát a múltelammal közösen dolgozunk és viszünk. Ugye ezek a telemetria rendszerek, amit a múltállam is kifejlesztett, vagy amit számunkra szolgáltat, annyiban előnyösek, hogy ebben minden gép benne van. Tehát nem csak egy adott márkájú és típusú gépet képes kezelni, hanem ez folyamatosan képes az összes gép nyomon követésére. Természetesen ezekből a rendszerekből riasztások is érkeznek, és érkezhetnek, például a kokáért hirtelen üzemanyagszint változás adott esetben. De ezek a telemetria rendszerek olyan esetekben is hasznosak lehetnek, amire az ember nagyon sokszor nem is gondol. Tehát például a kokáért ö, volt olyan eset, amikor ennek a telemetria rendszernek az adatait kértük le annak érdekében, hogy egy, egy, vitatott baleseti szituációt elemezni tudjunk. Ugyanis ezek olyan mélységig mutatják a, az adatokat, hogy még azt is megmutatja, hogy mikor adták rá a gépre a gyújtást, mikor indították be a motort, tehát egy viszonylag nagy pontosságú adathalmazunk van, ami egyébként jól használható. Ugyanúgy, mint ahogy a fixen telepített technológiák esetén a fajlagos villamosenergia felhasználás, ugyanúgy természetesen az optimalizálás érdekében nyomon követjük a mobilgépeinknek is több paraméterét. Egyik paraméter a fogyasztás, másik nagyon fontos paraméter a kihasználtság, hiszen önmagában az nem jelent semmit, hogy egy gép napi 12 órában üzemelt, járó motorral, ha 12 órából 6 órát alapjáraton töltött a gép. Tehát e, ilyen tekintetben is elemezzük, és, és folyamatosan nyomon követjük a rendszereinket. A, szeretnék egy pár szót szólni a munkavédelemről, mert azért a bányászatban ez egy rendkívül e, hangsúlyos területe a működésnek. A bányászat, a külfejtéses bányászat, e, ugyanúgy, mint ahogy annak idején a mélyműveléses bányászat is, egy rendkívül veszélyes Iparágnak tekinthető, meglehetősen sok baleseti és egészségkárosodsító forrással, és ugye alapvetően azért minden normális munkáltatónak, minden normális cégnek az az érdeke, hogy a kollégáinak az egészségére vigyázzon. Tehát azért a bányában dolgozó menedzsereknek, felős műszaki vezetőknek, amellett, hogy vannak jogszabályi kötelezettségeik, tetszik, nem tetszik, van egy molális kötelezettségük is, a saját kollégáiknak az egészségének a megóvása és megvédése. Ehhez megvannak ma már a megfelelő eszközök és lehetősége, és olyan rendszereket kell föntartani, ami ez aztán a kollégáinknál ezt a pozitív hatást biztosítja. Érdekességképpen szúrtam be a balesetek számával kapcsolatos KSH adatsort, Ez a bányászat külfejtés nemzetgazdasági ágazatban nyilvántartott balesetek száma. A bányászat külfejtés és nemzetgazdasági ágazatba tartozik gyakorlatilag az összes létező bányászati ág, ami Magyarországon van. most próbálok óvatosan fogalmazni, ezért nem, 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 kapkodok. Tehát van ebben a statisztikában valami, ami, ami arra enged következtetni, hogy elég nagy a látencia. Tehát amikor azt mondjuk, hogy egy olyan iparágban, ahol több száz kitermelő hely van, több ezer kitermelő hely van mindent egybevéve, és mondjuk tízezer embert foglalkoztatnak nagyságrendileg, egy évben ta sikerült öt darab balesetet regisztrálni, akkor azért mondjuk az ember él a gyanúperrel, hogy ezek nem hajszálpontos adatok. Hogy értsük az itteni statisztikát. Amiről itt beszélek, az a három napon túli kereső képtelenség járó balesetek, mert ugye azokat kell regisztrálni és bejelenteni a bányakapitányság felé. Na most fizikai kollégák esetén egy bokarándulás üzenbiztosan három napon túli keresőképtelenséget jelent. Egy ö, kezemre csaptam a kalapáccsal, vagy csak megcsúszott a kezem, és megsérült, üzenbiztosan három napon túli keresőképtelenséget jelent. Tehát ö, vagy az iparág munkavédelmi helyzete ilyen rendkívül kedvező, vagy ami az ennél valószínűbb, hogy ezek az adatok nem teljesen felelnek meg az iparági valóságnak. Ha már egyszer az előbb a veszélyekről beszéltem, ezek a lehetséges és jellemző veszélyforrások mondjuk egy külfejtéses bányüzemben. Itt mondjuk kiemelném például a védelm nélküli forgó, alkatrészek kérdését, egy nagyon jellemző baleseti ok, a folyamatos szállítóeszközök, egész konkrétan ugye a szállító szalagoknak, a, vagy az azokkal kapcsolatos balesetek, amikor munkavállaló kollégák úgy gondolják, hogy ezeket menet közben jó ötlet állítani és piszkálni, nem jó ötlet, nagyon súlyos, gyakran halálos balesetekhez vezet. Tipikus baleseti ok a gépek, járművek mozgása és az abazokból származó balesetek. Ahogy az elején is említettem, nagyon nagy berendezésekkel dolgozunk, nagy tömegű, nagy kiterjedésű berendezésekkel dolgozunk. Ha nincs rendesen szabályozva a belső közlekedés, anyagmozgatás, karbantartás rendszere, akkor ezekből óhatatlanul előfordulhatnak balesetek. Például a kokáért megint csak meglehetősen gyakori mondjuk adott esetben a megbotlás, megcsúszás, elesés származó baleset tekintettel arra, hogy nem betonozott, aszfaltozott részeken dolgozunk, ezek egyenetlen felületek a bányában, plusz a ugye a munkagépekre való fellépés lelépésnél is megvan ennek a, a, az esélye és a veszélye. Tényleg nem akarom felsorolni az egészet. Még arra hívnám fel a figyelmet, hogy vannak speciális bányászati veszélyeink, például a rézsük alávájása, csúszás veszélye, a depóniáknak a váratlan megomlása, ezek például a felős műszaki vezetőnek dedikált feladatok. Ha már bányászat és munkavédelmi felelősség. A bányászatban a munkavédelmi felelősség kérdése egy meglehetősen szigorúan leszabályozott rendszer, mint ahogy a bányászattal kapcsolatos munkavédelmi követelmények is meglehetősen részletesen szabályozottak. Én azt gondolom, hogy ez a bányászatnak a a régi méműveléses hagyományaiból is adódik egyébként a biztonság iránti fokozott figyelem összességében. És ugye a külfeltéses bányászat, sőt a bányászat tekintetében is a felős műszaki vezető, illetve a műszaki felügyelettel megbízott kollégák egy adott bányaüzemben kiemelt felelősséggel tartoznak a munkavédelmi követelmények teljesüléséért. Az ő felelősségük, nagyon komoly és nagyon közvetlen ebben a kérdésben. Még néhány gondolat ehhez, ugye amellett, hogy vannak baleseti veszélyeink, és mérnökként hajlamosak vagyunk a baleseti veszélyekre koncentrálni, miközben van jó pár olyan egészségkárosító tényező, amit együtt ugye a foglalkozás egészségügyel, a munkaegészségügyel Karöltve tudunk igazából csak értékelni és megoldani. Ezek azok az expozíciók, amik nagyon jellemzőek a külfejtés és bányászatban, ugye a por, a zaj és a vibrációból származó expozíciók. Ez mind a három alapvetően egy hosszú távú egészségkárosodáshoz vezethet. Itt ugye felsoroltam érdekességképpen a jellemző zajszintjeit mondjuk a, a, a bányászatban használt berendezéseknek. Itt azért elmondanám, hogy például egy modern munkagépnek a kezelő fülkéjében már mondjuk a napi zajexpozíció mértéke mérések alapján az alsó beavatkozási határérték alatt van, tehát ezek már ilyen szempontból is biztonságosak. Ugyanakkor, ha például a kezelő nem felhúzott ablakkal kezeli a gépet, mert mondjuk nincs is benne légkondicionáló, mert mondjuk egy régebbi gép, akkor könnyedén előfordulhat az, hogy mondjuk ez a kolléga lényegesen nagyobb expozíciót szenved el mint a határértékben szereplő maximum. A másik, amire még szerettem volna egyébként felhívni ezzel kapcsolatban a figyelmet, ezeket az expozíciókat, amiről itt beszélek, por, zaj, vibráció, ezeket minden munkahely kapcsán ellenőrizzük. És rendszeresen. Tehát ennek nem az a módja, hogy kiválasztok egy nekem tetsző gépet, és akkor azon megmérem, és akkor az egész gépcsoportot ezzel kvázi minősítettem, minden egyes gépnél ezt külön ellenőrizni kell. A másik nagyon érdekes egyébként, amit kimondottan gyakorlati tapasztalat, hogy nagy mértékben függnek ezek az expozíciók a gép kezelés módjától. Tehát például kimondottan az egész test vibráció esetén az látszik, hogy a gép műszaki állapota, az utak állapota, ezek, ezek nagyon fontos szempontok, ezeket mi meg tudjuk oldani műszakilag, de legalább ugyanilyen fontos a mérések alapján, hogy egy gépkezelő hogy kezeli mondjuk az adott munkagépet. Erre viszont nekünk a gépkezelő kollégákat lehetőség szerint oktatni kell. A, az, hogy mennyire jellemző egyébként a külfejtéses bányászatra az, hogy az ilyen típusú expozíciókat nem mindig és nem megfelelően értékelik, arra egy 2015 éves példát tudnék hozni. A Nemzetgazdasági Minisztérium munkafelügyeleti főosztályának van egy elérhető összefogló jelentése, ami a bányászati munkahelyek 2015 évi munkaegészségügyi célvizsgálatáról szól. Ennek keretében 25 darab foglalkoztatót ellenőriztek, és 24-nél egyébként volt szabálytalanság. De ami ennél is érdekesebb, és amire most szerettem volna utalni, ezek az expozíciós munkahigiénés mérések elvégzése, vagy nem elvégzése. Ha megnézzük az arányokat, a piros és a sárga nem jó, mert az az igen, elvégezte, de nem megfelelően, vagy pedig nem végezte el. Tehát látszik, hogy mind zajnál, mind rezgésnél, mind a porexpozíció tekintetében a kisebbsége volt az elnőrzött cégeknek az, aki egyébként elvégezte és szabályosan elvégezte ezeket a méréseket. Nagyon röviden, tényleg csak pár gondolat, gondolattal szeretnék kitérni arra, hogy hogyan, célszerű egy, egy munkavédelmi rendszert felépíteni, ez tényleg egy nagyon fontos dolog. A vezetői elkötelezettség, vezetői példamutatás, az egy alapvető kérdés. Ha egy bányai üzemben a felügyelő vezető és a menedzsment tagjai nem mutatnak példát, senki nem fog betartani semmiféle fajta munkavédelmi szabályt. A munkavédelmi irányítást, a szervezetet megfelelően létre kell hozni, megfelelően kommunikálni kell, Teljesen világos felelősség és hatásköröket kell meghatározni. A veszélyek azonosítása egy alapvető követelmény, egyébként minden tevékenység esetében a jogszabály szerint. Alapja, alfája és omegája a, a, a munkavédelmi tevékenységnek a kockázatértékelés ö, szakszerű és normális elvégzése. Nagyon sokszor sajnálatos módon a kockázatértékelések az íróasztalon, az íróasztalnak készülnek, amiben az a probléma, hogy ebből adódóan viszont például a nem tudjuk meghatározni a valóban szükséges intézkedéseket, amelyek később utána, ha nem történnek intézkedések, balesethez vagy, vagy súlyosabb egészségkárosodásokhoz vezethetnek. Ugye a biztonságot és egészséget nem veszélyeztető munkahelyek, munkaeszközök, ez teljesen természetes. Az ehhez tartozó karbantartási rendszerek fenntartása is egy rendkívül fontos dolog célokat, munkavédelmi programokat határozunk meg annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet ennek a területnek a fontosságára, és az egyik legfontosabb dolog az oktatás és a folyamatos tudatosítása ezeknek a veszélyeknek. Tehát azt azért tudni kell, hogy még ha a vezetőség száz százalékban elkötelezett ezekben a kérdésekben, a munkavállalók egy része, a kollégák egy része nem érzi Ezeknek a kockázatoknak megfelelően a súlyát nincs tudatában annak, hogy valójában az egyes, mondjuk egészségkárosító expozíció később milyen hatással lehetnek az ő egészségére és életszínvonalára. Ebből adódóan nekünk folyamatosan kell ezt a részét tudatosítania a kollégák felé. Ha már kockázat és kockázatkezelésről beszéltünk, ugye a kezelésnek van egy általánosan elfogadott hierarchiája, a legjobb, ha megszüntettük a veszélyt, vagy elkerültük a veszélyt, és ugye a, a, legkevésbé jó ebben a, ezen a piramison, ha egyéni védőeszközöket osztogatunk, Nyilván ezen intézkedések kombinációját alkalmazzuk. Tehát van, ahol nem, tudjunk, nem tudjuk kikerülni az egyéni védőeszközök alkalmazását, ahol viszont ki tudjuk, és kollektív védőeszközöket tudunk alkalmazni. Például a kokáért, ahol raktam ide ezt a két fényképet, ott lehetőség szerint műszaki beavatkozással, tervezéssel ezt meg kell valósítani. Tehát ez például egy CH440-es kúpos törő, amire a beépítést követően került kialakításra a felette mellette lévő egyébként leszerelhető pódium. Ennek az volt az oka, hogy a kúpos törő felett található vibrációs adagoló gyakran eltapadt, gyakran betapadt, és annak a tisztítása csak úgy volt megoldható, hogyha a kollégák fölvéve a leesés elni egyéni védőeszközöket Valahogy fölmásznak oda. Na most ennél sokkal egészségesebb a most kialakított rendszer, ami szerint van egy lehajtható része, ami egyben praktikusan a korlát része is. Amikor ilyen tisztításra van szükség, kollégák oda mennek, lehajtják, biztonságosan meg tudnak állni és végre tudják hajtani ezt a feladatot. Visszatérnék még egy másodpercre a tervezés kérdésére, és a tudatos tervezés kérdésére. A munkavédelmi feladatokkal és a munkavédelmi szempontok érvényesítése az ugyanúgy a tudatos tervezés része, mint akár az ásványvagyongazdálkodás vagy gazdálkodás, vagy a minőség. Abban az esetben, ez egy konkrét példa, megint ezt egy Trex katalógusból vettem ki, mint, mint, konkrét példát. Itt látható az, hogyha mondjuk én egy osztályzó berendezést befedek, és mondjuk a drótszövet szita helyett, egy műanyag vagy gumiszitát alkalmazok, akkor egy pormentes és lényegesen kisebb zajszintű berendezést vagy munkahelyet kapok. Viszont ugye mérnökként azzal is számolni kell, hogy egy ilyen esetben mondjuk a beruházásnál vizsgálni kell azt, hogy nem, nem ez szükséges egy nagyobb berendezésnek mondjuk a beszerzése, mert abban az esetben, hogyha nem drót alkalmazok, hanem poliuretánt vagy gumit, akkor a szabad szitafelületeknek a változása miatt elképzelhető, hogy ugyanazt a szitási teljesítményt csak egy nagyobb géppel tudom megvalósítani. Megint csak a tudatos tervezése szerettem volna elsősorban felhívni a figyelmet. Az oktatás tudatosítás, ugye beszéltem az előbb a munkagépekről, azok kezeléséről, ma már lehetőség van szimulátoros oktatásokra. Tehát a... Nagyon sok munkagépet cseréltünk le az elmúlt évek során. Az új munkagépek komfortosak, ergonomikusak, kis kibocsátásúak, alacsony zalexpozíció van a kezelőfülkében, sok minden elmondható róluk, adblue motorral rendelkeznek, tehát tényleg egy, egy környezetvédelmileg, munkavédelmileg egy, egy, egy kedvezőbb helyzetet eredményez. Ugyanakkor viszont más típusú kezelést, más típusú odafigyelést igényel, ahhoz, hogy hatékonyan üzemeltethetők legyenek ezek a gépek. Erre alkalmasak mondjuk az ilyen szimulátoros oktatások, ahol egyébként úgy, hogy szakértők állnak a kollégák mellett, közben a kollégák elsajátíthatják a hatékony munkavégzésnek a feltételei, vagy a menetét. Természetesen ezek egyébként ezek a szimulátorok utána, ki is értékelik a dolgozó teljesítményét. És hogyha évente mondjuk ezt az oktatást megismételjük, vagy periódikus időközönként, akkor azt is látjuk, hogy, hogy van-e fejlődés. Ugye beszéltem a nagygépekről, megint csak oktatás, tudatosítás, a nagygépek gépek holtereiről. Itt látható egy amerikai tanulmány alapján egy dömpernek a komplet, konkrét holtere. Ami itt szürke, azt a dömper kezelője másfél méteres magasságon nem látja. Ha ez a dömpel elindul úgy, hogy valaki itt állt előtte, vagy bárhol, egyéb helyen, akkor esélye sincs. Tehát tudatosítani kell, megint csak szabályokat kell hozni, a közlekedés biztonságos közlekedésre, a gépkezelőkkel tudatosítani kell a szükséges intézkedéseket azért, hogy ezeket biztonságosan tudjuk üzemeltetni. A másik, ha már beszéltem az automatizásról. Igen, az automatizás nagyon szeretjük, az automatizálás hatékonyá és biztonságosá teszi a technológiáinkat az egyik oldalon. A másik oldalon más típusú veszélyeket rejt, amivel korábban ugye nem automatizált rendszerek esetén kevésbé szembesültünk. Az automatizált technológiáknak megvan az az óriási előnyük, hogy az esetek többségében a hálózaton keresztül elérhetőek és a hálózathoz csatlakoznak. Ez rendkívül komoly előny abban az esetben, hogyha mondjuk a programozó egy hibát akar megkeresni a rendszeren belül, nem kell odajönnie, távból belép és intézkedik. Viszont ebből következően ő képes akár intézkedéseket is végrehajtani a rendszeren belül, egy technológiai elemet leállítani, elindítani, úgy, hogy ő még a környékén sincs az eszköznek. Tehát nagyon szigorúan kell szabályozni azokat a biztonsági vonalakat, védvonalakat, amin keresztül mondjuk, el lehet érni egy, bocsánat, egy ilyen automata irányító rendszert. Mert ha ez nem így történik, akkor ez közben egy vagy nagyon komoly balesetekhez vezethet. Ezért tartom például rendkívül fontosnak is megint csak oktatás, tudatosítás. Például a biztonságos állításnak a lépéseit. Tehát a kollégák nagyobb része föl tudja sorolni, hogy mit tekintünk biztonságos lállításnak. De ezeket, ami ide le van írva, ezt végre is kell hajtani. Tehát mondhatok konkrét példát, mert mondjuk például ez, 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 mondjuk saját példa, ez velem történt meg, amikor egy technológiai berendezésnek a tengeit akartam ellenőrizni, egy dehidrátornak a tengeit, még egy kavicsbányász időszakomban, és én kiértem a kollégák előtt a berendezéshez, és ahelyett, hogy lekapcsoltam volna a berendezést, tehát üresbe volna, mert akkor még lakatolható kapcsolók nem nagyon voltak, de üresbe volna legalább, vagy szóltam volna valakinek, hogy én bemászok a berendezésre, én bemásztam erre a berendezésre, egy szerencsém van, amikor ezt a berendezést utána a kollégáim onnan mellőlem egyébként elindították, ennek a berendezésnek a fordulat száma, mondjuk, mondjuk fél fordulat per perc. Tehát nem egy olyan óriási fordulat, de mondom még egyszer itt is, ugye, ha én, ha én úgy jártam volna el szabályosan, hogy előtte jelzem a kollégáimnak, mit fog csinálni, szabályosan megtörténik a berendezés leállítása, akkor ez egy biztonságos dolog lett volna. Az ember a saját hibáiból ilyen módon adott esetben tanul. Tehát nagyon fontos a tudatosítás ezekben a kérdésekben, mert az automatizált rendszerek azok azért, azért ilyen tekintetbe veszélyesek. Tehát még mielőtt egy technológiai elemhez oda megyünk, és javítunk, és belemászunk, és a veszélyes terébe megyünk, ezeket a lépéseket végre kell hajtani, mert tényleg egy automatizált rendszernél azért sok minden előfordulhat. Néhány szó környezetvédelmi kérdésekről, de tényleg csak néhány szó irítőlegesen. Az első, amit, amit, amit gondoltam, hogy beszélnék egy pár szót róla, az a, az, az építőipari másodnyi jó felhasználás, tehát a recycling. Ugye, ha megnézzük az európai hulladékok keletkezési arányait, akkor az látható, hogy mondjuk 36% az építéssel kapcsolatos, építéssel, bontással, egyébként 26% a bányászati hulladékok aránya, ez mind a kettő elég magas szám. Ha megnézem csak a magyarországi viszonyokat, akkor azt látom, hogy Magyarországon a bányászati hulladékok az már csak 1 százalék, és mondjuk az építésből, bontásból származó hulladékok, másodnyás, az 33 Na most egyrészt a bányászati hulladékok egy része is jól felhasználható építőanyagként, tehát ezekre is lehet úgy tekinteni, hogy ezek potenciális építőanyagok. Másik részről az építési-bontási anyagok egy része is gyakorlatilag feldolgozható a fixen telepített kőbányászati Még Mégpedig úgy, hogy ezeket a, a normál termeléssel együtt feldolgozva, praktikusan együtt dolgozzuk fel a, a, a NATO termelése, tehát a, a normális termeléssel, és ugye ennek két előnye is van, az egyik előnye az, hogy hogy csökkenti ezeknek a hulladékoknak a mennyiségét. A másik előnye az, hogy hozzásegít minket a takarékos ásványvagyon gazdálkodáshoz, illetve az ásványvagyonnal való felelős gazdálkodáshoz. Tehát mindenképpen célszerű ezen, azon bányák esetén, azon bányák esetén ezen elgondolkozni, ahol mondjuk nem KZ, NZ termékeket gyártanak, hanem mondjuk egyszerűbb termékeket gyártanak, mert ott ezek a hulladékok, ezek Másodnyel ezek jól befogadhatók, természetesen ellenőrzést követően befogadhatók, és hatékonyan feldolgozhatók úgy, hogy utána a képződő kész terméket is már kész építőanyagként, építőipari termékként minősítjük. Még tényleg pár szó a környezetvédelmről, mert ez is egy rendkívül hangsúlyos területe a külfejtéses bányászatnak. A külfejtéses bányászat jellemzően szemelőtt van. Ezért nagyon fontos, megint csak már a tervezés fázisában is, egy lehetőség szerint olyan bányaművelés folytatása, ami a tájképi hatásokat is figyelembe veszi. Itt van két konkrét példa, amikor mondjuk egy környezeti hatástanulmánynak a településkép, mint hatásviselőnek az elemzése történt meg, ahol azt vizsgálták, hogy mondjuk az adott bányából milyen, mi látható egyáltalán a, a, a környékről? Illetve a fölötte lévő részen látható egy olyan régebbi meddőhányó, aminek a tájrendezése úgy lett megvalósítva tanulmányok alapján, hogy egy jobban tájképbe illő képet biztosítson. A hatások tekintetében, ami a kőbányászat esetében jelentkezik, teljesen természetes módon a külföldi bányászatnak vannak olyan visszafordíthatatlan hatásai, ami példának okáért mondjuk a termőföldeknek a megváltoztatása, vagy a földfelszínnek a megváltoztatása. Ugyanakkor ezek tájrendezéssel és megfelelő tervezéssel az esetek jelentős részében kezelhetők. Az egyik oldalról természetesen, mint minden emberi tevékenység, emberi gazdálkodási tevékenység, élőhelyeket szüntetünk meg, ha úgy tetszik de a másik oldalról meg élőhelyeket hozunk létre. Tehát ezek a képek, ezek bányákban készültek, ez Magyarország legnagyobb bagoly fajtája, ugye az uhunak a képei. Ezek a bagyok, ezek, ezek megjelentek a kőbányákban, alapvetően jól érzik ott magukat, visszatérnek, fiókákat nevelnek, tehát képesek alkalmazkodni a megváltozott egyébként számukra a kedvező környezethez. Ugyanígy például a kokáját, fekete gólyát is ö, találtunk már, vagy fekete gólyáról is tudunk már mondjuk, hogy, hogy, hogy bányában él, és, és, és alapvetően ott fészkel. A Jellemzően a sokkal nagyobb konfliktust azok a művelés alatt jelentkező és művelés alatt fennálló hatások jelentik a, a környékbeli lakossággal, mint a por és a zaj, illetve a termékek szállításából következő hatások. Ugye amennyire csak lehet a termékek szállítását célszerű, ha megvalósítható, vasútakra terelni, vasúti pályákra terelni, ott lényegesen kisebb konfliktusok mentén oldható meg ugyanannak az anyagnak az elszállítása. Természetesen ehhez az is hozzá tartozik, hogy ez akkor valósítható meg, hogyha a befogadó a vevő oldalán is van megfelelő kirakóhely, ahol mondjuk tudják fogadni a vagonokat. És én nagyjából ennyit szerettem volna röviden összefoglalva ezt a tématerületet elmondani önöknek. Én remélem, hogy sikerült egy, egy átfogó képet nyújtanom magáról erről a tevékenységről, a főbb súlypontokról, azokról a mérnöki feladatokról, amit, amit, mi a munkánk során végzünk. És hát nagyon bízom benne, hogy, hogy később a szakmában találkozunk még, azokkal a fiatal kollégákkal, akik, akik most végeznek, vagy most tanulnak ezen az egyetemen a műszaki földtudományi karon. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet, és jó szerencsét! Készült a Miskolci Egyetem megbízásából a szécsényi 2020 támogatásával.